A Balatoni Múzeum új honlapja 2018-ban készült el egy pályázati pénzből. A kiállításokról, elérhetőségekről, programokról és a megközelítésről is kapnak tájékoztatást az érdeklődők. Ezzel párhuzamosan egy nemzetközi példákon alapuló applikációt is elindítottak, mely szorosan kötődik a kiállításhoz. Itt egy kincskereső játék is található. A QR kódok segítségével pedig akár idegen nyelven is elérhetőek az információk. Mai 21. századi világban a, a, a turisták, a látogatók azok, azok nem, nem a évkönyvekből vagy nem az keresik, keresnek már, hanem a honlapokat nézegetik, és hogyha egy, egy vonzó, sok információt tartalmazó honlappal találkoznak, akkor az alapján fognak, el, fogják eldönteni, el, el hogy hova mennek el. Tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy ablak a múzeumról. Ami alapján dönt a, dönt a hozzánk érkező látogató. A honla fejlesztésénél a múzeummal való közös munka volt a kulcs, vallják a webfejlesztők. A szakemberek a most látható oldalon több mint egy évig dolgoztak. A fejlesztők folyamatosan azon vannak, hogy még látogatóbarátabb legyen az oldal. A szakmai zsűri nemzetközi minőségét emelte ki a honlapnak. Ezt angol és osztrák minták alapján készítették el. Két fő célunk volt az egyik az, hogy a turistákat, akik oda a múzeumba, őket nemzetközi szintű minőségben prezentáljuk azt, amit igazából tud most a múzeum. A másik része meg a pedagógiai jelleggel a helyi állampolgárokat, diákoknak prezentáljuk azt, amit a múzeum mint szolgáltatás kínál nekik, és ezt a kettőt gyúrtuk itt igazából össze. A magyar market Szövetség és az internet marketing tagozat megmérettetésén 28 kategóriában nevezhettek a versenyzők. A szervezők ebben az évben is várják azok jelentkezését, akik úgy érzik kiemelkedőt alkottak a digitális térben.